Na akkor szép jó estét mindenkinek, fuck Mars Taxi, és köszönöm szépen a 12 fős Raid Dwarf, ugyanis, mint az előbb is mondtam, nincsen Resident Evil stream Raid nélkül. És miután bejelentették a remake-et hivatalosan is, így folytassuk a kalandunkat Spanyolországban. És yes, fuck Mars Taxi, és közben Ricsi kiváltott egy take a sip from your beard. Jaj, elugrott a kép egy kicsit, ahogy nézem. Vagy... Ja, csak egy alap betűn maradt. Pillanat. Hát itt meg mi történt? Közben köszönöm szépen a szabot, bro. Na ezzel mi az Isten történt? Ami Románia. Azaz. Na, úgyis olyan fantasztikusan jank a PC port, szóval nyomok erre startot a játékra. Közben úgy szak egy nagy szipet, mert sokan kiváltottátok. Na most jó. Most jó. Holy shit, remélem mindenki jól van ma este. You know, actually jó játék jön most. Isten mentse, Mars Taxizak veled, bro. Max akkor, hogyha megcsináltok GZ Doomba. Az egyetlen feltétel. Komolyan mondom. Vicceltem, nagyon komolyan vett, könyörgöm. Na. Köszönöm szépen a szabad, Dan. Folytassuk a Resident Evil 4-et. Tényleg van a rewardom is for some fucking reason. Streamledövés. Legendás. Jóságos streamledövés. Szóval ja, nagyon várom a remake-et. Actually azért fogok PS5-et venni jövőre. Nem viccelek. Mert nincs kedvem új PC-t venni. Nem akarok több százezer forint egy PC-t venni, hogy utána megint csak izé DOS játékokkal játszok meg ilyenek. Tegint var. Nincsen most izé, sok mindenkinek sub-státusza. Na de majd, ha összegyűlik elengedő szab, akkor lehet szó Rezi 8 végigjátszásról, like for real, actually, for real. Én csak vissza akarok menni egy korábbi helyre, mert... Shit, és nem vettünk fel Magnumot, amit csak ezen a ponton lehet megszerezni. Ja igen, hogy Dwarfnak mondta, hogy összejön a következő Twitch pénznek, abból megveszem dobozosan Bloodcut-t. Like for real. Vannak gránátjaim, de ja, a múltkori után még biztos gránát van, mert imánom. A fehér csak is Magnum amúgy actually tényleg gátír. Vagy lehet van valami shortcut, amit elfelejtettem. Na minek? Jó, nem kell FPS-kel, fuck it. Jó ez így, hogy essen szét, ezt élvezitek, nem? Mint így jöttek. Őrültebb pillanatok a játékban. Meg hogy tényleg megjön az a jank PC portfül. Nincs itt szenvedés, itt csak szenvedély van. Ha ad valaki kölcsön VR headsetet meg a gépet hozzá, én actually végigjátszom streamon. Na miért is jöttünk vissza? Mert... Már ugye hol is volt a... Van egy pont, ahol fel tudod rakni esetet. I think? Vagy nem? Vagy halucinak? Nem tudom, halucinak már lehet. Na, így már igen. Ó, meg kell nézni az ajtót is, így megem.
Szója, annyi bajom van igazából, hogy inventorium nincsen nagyon. De szép az a fal textúra, te jó isten. The broken butterfly. Fuck. Jó lesz. Jó lesz, mert megint jó lesz. Inkább tárazzunk egyet. Amúgy az a VR verzió annyira impresszívnek tűnik, Jesus Christ. Na. Na csak, mindenki kedvence. Oh yeah, inventory management. Time-y. Sweet Jesus, annyi szar van már nálunk. Ez a rakétavető is túl sok helyet elfoglal. És emberek, az a remake, hú de jól néz ki, úristen. Oh my fucking god, jaj. Not gonna lie, eléggé elkapott a hype-onat most a Resident Evil remake-kel kapcsolatban. Ashley, szívem, gyere! Follow me. De megjettem, bazd meg, Jézusom. Pécső berúgta az ajtót messziről. Nagyon jónak tűnik a remake. És valószínűleg sok elvágott koncept, contentet volna visszarakni a remake-be. Ami jó, mert sokkal horrorisztikusabb lett volna a Resi 4. Shit. Szívből remélem, hogy van annyi pénzem, hogy upgrade-eljek. Spinel. Na és remélem, tegnap, nem, ma mindenki megünnepelte Trianont, vagy tegnap, nem, bocsánat, tegnap, excuse, jaj, úristen. Nem kell mások. De shit, nincs elég pénzem. Mindegy, jó leszünk még így. Nem kijavítják ez a játék alapból base-t. Nem fogadok el semmi háttéket ma este. Még top 3-as rezinek sem mondanám a 4-et, de... I love it. Sőt, nem tudom, hogy Zeebo emuláció az létezik, mert... Oh no. Oh no, what am I suggesting? Merchant bácsi sokszor van. Ugyan már? A top 5-es simán szerintem a Resi 4. Simán. Mentsünk egyet, just in case. A follow-vakat amúgy elfogadok bármikor. Hogy nőjön a szám. Just me, oh no, úristen, a Street Fighter-nak a régi producere, oh my god, brű. Mods? Anyone? Oh, hogy az isten itt komolyan. Ez a running gag lesz, úgy érzem ma. Nem akarok semmi itemet eldobni. Akkor no shotgun shell for me. Nem itt jön a... Nem. Van egy rész, az egyszerre, mert rohan két ilyen Freddy Krueger féleség.
And that thing is fucking scary, amikor egyszerre kettő jön. Persze nem lehet kombinálni. Ne is lehessen. Well. De mi az, ami nem tetszik ennyire Resident Evilben, Ritz? Az, hogy jó játék? Shit! Alszó 12 néző, Jézusom. Elérhetnénk ma este a 80 követőt, by the way. De jó, abba hagyom Dark, de csak mert szépen kérted. És nem akarok sírófogákat látni. It breaks my heart. Az a baj, hogy ez rakéta vettem, hogy rengeteg helyet foglal most. Hoppá, tabot akartam nyomni. Na. Egy. Na, ez gyönyörű misclick volt. Shit. Imádom, hogy ilyen vidám park ez az egész kastély köből. Na, a Dvark, ígérem, lehet Cruelty Squad stream. Next time. Mármint én csak coacholnám, mert már végültem streamen. Igaz, nem teljesen. Brew, amúgy not gonna lie. Tehát a Survivor alapvetés meg kb. A kettő óta elvetették, de... Valamiért el... Igazából a Code Vera óta, Code Veronica óta főleg, de... Na, abban a játékban semmi Survivor aspektus sincs. Annyi időszert ad az a játék. Igazából hihetetlen. Tehát annyira, hogy csak a leges legvégén használtam maga... Használtam, igen, Magnumot. Tetyám, robbanja már fel a fejed, könyörgöm. Hát de nem sokkal TBH. És ezt tényleg úgy mondom, hogy imádom a kettőt nagyon. A remake az inkább Survivor, mint Action, de az OG Rezi 2 azért az... Let's be real. Jó, meg minden, csak nem Survivor játék egyáltalán. Uhuhuhuhu, pog. Mennyien jöttök te, úristen. Én is rengeteget játszottam vele, de tényleg, én úgy érzem, hogy ez így válja. Dobjuk azt a piros gyógynövényt, mert csak a helyet foglalja. Fucked up. Fucked up, hogy healing itemeket dobálunk. Ami tényleg isten káromlás volt, az a Rezi 3 remake, az olyan... Nem rossz speedrun játék, de ennyi. Kb. Véget érnek a pozitívumok. Ezt lehet farmolni, vagy mi az isten? Én nem bánom, hogy ezt az irányt vették fel amúgy. Mert ez csak egy átmeneti irány volt. De a Rezi 6-ot meg annyira nem szeretik az emberek, ha kénytelenek voltak visszamenni valami... ...more grounded irányba. Skill.
skill. Hát azért mondom, hogy átmeneti, mert a 6-na abba hagyták, ez teljesen. Pontosabban a 6 után abba hagyták. Bár ahogy néztem, Vidigy is ilyen... Vidigy ezt túlságosan 4-re akar hasonlítani. Ezért kéne streamelni, ha? De amúgy én... Tehát amit nem szeretek a főszériás rezők között, az pont a Zero. Ami az ilyen igazán utolsó klasszikus tank controlzós rezi volt. Az évek alatt így eddig sokan megutálták amúgy. Próbáltam szeretni, de it's just not for me, chief. Az az Atom Jank PC portal? Mert az tényleg egy abszolút state, Jézusom. Mici, chill. Ó, sokkal amúgy. Oh, édes Isten, van inventory. Na végre. Let's fucking go. Nem tudom, hogy ezt lehet kombinálni bármivel igazából. I'll buy. Thank you. What are you buying? Hát én sose a sztoriért játszom ezeket, de yeah, you're right. Like you're actually goddamn right. Yes. Amúgy tényleg az. Emberek már most iránkoznak, hogy néz ki az SDL 4-ben, és így bro. She's just a damsel in distress. Lehet a remake 4, lehet a remake-ben kap karaktert is. Ugye az OG Rezi 4-ből, ami még a fejlesztési fázis elején volt, lett a DMC egy, ami még elég based játék. Úristen, megmaradtak az itemek. How nice. How fucking nice actually. Azt hittem, hogy ennyi idő után eltűnnek, de nem. Jó lesz ez. Jó estét, Paul! És amúgy totál megértem, hogyha valakinek csalódás volt a Rezi 4 már annak idején is, mert ugye általában mindenki agyon hype-olja a játékot, hogy tényleg több alajongó, mint a hater, de azért van egy réteg, amit én is láttam egy neten bizonyos körökben, akik nem szeretik ezt az irányt, amit én totálisan megértek. Nem ítélek el senkit. Jaj, de jó, Jank gránát. Fuck everything. Már nem várom a gránát dobálást ma este. Én ugye ezt utoljára PS4-en vittem végig, szóval kíváncsi voltam, hogy most fog tetszeni, de... I actually dig it a lot. Magam kifejezetten tetszik ez a dynamic difficult, ami van benne. Ez actually zseniális tényleg. Vagy hogy fog most tetszeni, csak két szót cseréltem fel. Én ezt Wii-n agyon játszottam annak idején. Hű boy! Az a Wii verzió so fucking good. Tehát arra lett kitálva a játék. Motion controls-ra. Út elágazódás, az nem? Isten van inventory, jaj! De jól esik, bros. Annak nem örülök, van nálam gránát, mert
rába nem bízok. Wait. Epic puzzle. Hát... Mondanám azt, hogy megbízok a szerencsébe, majd hogyha lesz egy crowd, akkor bedobjuk, de... It's not gonna be right at all. Follow me. Jó, én nem ezt akartam. Itt azt hiszem cutscene most, ja. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Szép jó estét, szia! Welcome to the stream! Nagyon nehéz puzzle. Ritz biztos értékelni. Úgyis imádja az akcióorientált Resident Evil-t. Abba hagyom. Oh shit! Mátalo! Que empieces a rezar. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz puzzle volt ez is, láttátok? Nem is tudom, a játék ad majdnem egy szolid fél percet, hogy lőd ezt a két kultistát. Mindig attól félek, hogy megvágom szegény estét a késemmel. The Queen's Grill. Teljesen jó az. Brű. Oh my god. Na végre. Van egy fullos HP töltőnk, ami max HP-t is növel. Nice. A remake-en gondolkodtam. Nem, bocs, Rezi egy remake-en akarok majd streamet. Egyszer. Én is sikerült működésre bírnom a randomizer módot, anélkül, hogy leégen a laptopom. Van az is valami. Swag. Nagyon swag. Hú, vajon melyik támad, úristen? Nincs obvious, hogy bepózol van. No sorry. Wait, is this the part? Oh yes it is. Nem csináltunk egy ilyet, jó. Hogy könnyítsünk a dolgon egy kicsit. Kint hőd esít akkor. Nem kell miatt aggódni közül, hogy meghal. Legalábbis, ha jól emlékszem. Shit! Na, jó, próbáljuk ki. Wow, nem is tudom, mire számítottam. Gránát felrobbanjon. Á, ugyan már. Oh shit. Most is pattog a gránát ugyanúgy a földön. Fucking hell.
I'm fucking believable. Inkább ez működik, úristen, ennyi erőm legyen. Kész. Easy. De fokkal könnyebb, hogy közben nem kell esni, miatt aggódni. Tudok, hogy van még egy... kör. Shit. Megint sebeztet, atyám. Shit. Gránát ugyanúgy pattog meg. Oh shit. Na jó. De hogy nem bírom eltalálni? Shit. Oké. Okay. Satisfying. Follow me. Oh, mennyi pénz. Oh my god, feels good. Feels really good. Kár, hogy elpocsékoltam egy csomó magnum lőszer, de hát ezt úgyse fogom upgrade-elni, mert lesz egy jobb később. Bár azt csak megvenni lehet sajnos. Ó, na végre. Kombat. Nice. Very nice. Azt töltöd örömmel amúgy, hogy actually jól megy a játék. Nem működő grántok nem számítva persze, ha be. De az már szerintem running gag lesz most már. Érdőd a frag grenade, ami nem működik. Már az, így van, így van. Ezért minden egyes felvonásra el fogjuk használni. És el fogjuk játszani. Ups, rosszat mondtam. Egy... és kettő. Most már meg vagyok edződve. Most már nem lesz breakdown, ha nem működő gránátoktól. Ó, oh, pog! Ó, oh, mekkora tojás! Holy shit! Inkább vegyük is meg.
Shotgun-t azt nem tudom, hogy akarom-e túlzottan sokáig upgrade-elni, mert... Hát ez később még egy, talán nem is tudom, mi a neve már. Hogyha kimaxolod az összes upgrade-et, akkor maximum 100 sebb belefér a tárba. És tökéletes crowd control, mert sokkal gyorsabb az ő. Az igazság, mert rég játszottam, hogy nem emlékszem mindenre pontosan. Nice butterfly lamp. Itt, hát én nem merek leugrani, mert actually nem látok le. Talán nem lesz gáz. Jó. Szakadékban nem ugrunk, az a lényeg. Egy fénk jön egy cutscene most talán. A fénk. Ja. Amúgy azon gondolkodtam, hogyha még itt vagy Dvark, hogy lehet azért én a framerate a streamen, mert nem tudom, game capture-be játszok és nem window capture-re, mint általában. Fene tudja. Shit. Excuse me, running through. Életem rugása volt. Hol? Most keresett a játék, ahogy lőttem volna, megőrülök. Na jó! Jesus Christ. What a state, oh my god. De actually... Ahogy húztam arra, azt, hogy crashelt a játék. Fucking bully, fucking amazing. Mindegy. No para. Wait here. Kicsit gyorsabban végigmegyünk ezeken a részeken most akkor. Vagy nem minek megyek ide vissza, basszus, meg. Olyan kíváncsiak ezekre a crashekre, mert esküszöm a régi PC port nem volt ilyen instabil. Majd I swear, sokkal stabilabb volt az. Ahhoz képest, hogy milyen bugos volt. Jank granát, csak azért is. Lényeg az, hogy majd akkor gyakrabban mentek. Ne legyen nagy progress lose. De szerintem ezt a kastélyos szegmensbe akarom ma este fejezni. Aztán, hogyha tényleg nem streames senki holnap, most nem tudom, Benjamin mennyire fog a nem működő internetével, akkor
Lehet holnap este is nyomom tovább. Minél hamarabb letudjam ezt a projektet, mert actually élvezem. És nem akarom felbehagyni megint valami miatt. Meglátom még tényleg ezt a hónapot, de ha esetleg más akar streamen, akkor ugye go wild bármikor. Ja, belenéztem, de elég janknek tűnt ez a játék, not gonna lie. Nem volt rossz, csak jank. Jankből sem minden rossz, tehát azért nem vagyok ennyire szigorú. Jó, és visszatettük az állást, meg kell hagytuk ezt bele. Még este kicsit belenéztem a streambe később. Mi az, amit toltatok utána még? Mi volt az? Ja, azt meg tudom érteni, Ritz. Szordatlan... Jaj, az a szordatlan a játék, ami az ő... Freedom Wars Engine lett készítve? Azért a mai napig szolti vagyok. Freedom Wars az egyik kedvencem volt vitán. De ja, azt hallottam, hogy az a legjobb szavú játék. Már nem tudja, magas lett volna a mérce eddig, de... Na, esti maradj itt, vagy csak... Let's get this shit ready! Majd meghallgatom, remélem, hogy Army of Darkness kaliberű hottékek vannak benne. Shit! Na, majd meghallgatom. Promise. Hármat egyszerre? De nem fanbase picsel elpörköltöm. De satisfying volt, bazd meg, úristen. Shit. Most kijött egy új Army of Darkness, egy új Evil Dead játék, de az a bajom, hogy online only.
Szóval Max PC-re venném meg, de... Nem tűnik olyan egetrengetőnek. Kár nem vett ebbe a Hi-Fi-ban ilyesdővel. Figyelj, Ovezon is volt negatív róla, szóval... Lehet, tényleg nem szar. Tudom, nem egy nagy mérce az Ovezon, de akkor is. Az ember mindent utál köbben. Hát ugye szerencsére nem teljes áras játék, szóval... Ha meg is veszed, nem buksz vele sokat. Nem buksz vele annyit. Ja, hogy nincsen Steamen? Oh, I see. Vagy vent van Steamen? Vagy... Most azt hiszem, ez is ilyen epikes... deal, vagy valami. Szeretném, hogy az a végigjátszás vulkáncepa mérföldkő legyen. Na, fent van, oh, thank God. Nem vagyok olyan nagy epic ellenes, de annyira basic az egész launcher. Így nem tudom hány év után is. Nagyon gáz, nagyon gáz. Az előbb a rifle-től crashed be játék, ugye? Fun. Nem csodálkozom, az AVG-en nem csinált meg videót a PS1-es Evil Dead játékról. Ami, ha jól emlékszem, talán kijött PC-re is annak idején, de... Epic nekem csak az indie játékok miatt van, semmi más. Be. Na, várom a rendet majd, nagyon szívesen meghallgatom, végigolvasom. Na, most ne kereseljem megint. Szinte mindenki ezzel utalja az epiket, hogy belútolnak minden címet exkluzivitásra, mit tudom, pár hónap, pár hét, akár egy év, vagy kettő. Én csak úgy vagyok, hogy ha van egy Steam, akkor olyan kényelmes azon minden, miért akarnék most más launcherekkel szenvedni? Most olyan pegykát is olvastam, hogy valószínűleg át fog jönni Steamra az egész Battle.net backkatalog. Of treasure.
a szinkron halál, Jesus. Ezért kellett ő nekem. Erre kristálytisztán emlékszem, hogy ez könnyű kimaxolni. Ja. Ezt vágom, hogy volt az a datadig, de hát... Ez egyetlen jó dolog az Epicben, hogy nagyobb a revenue share a developeretnek, ha jól emlékszem. Ötele csak ennyi. Azt meg tudom, ja. Nem a Tencent kezében van a izé? Epic Cabo? Just beautiful. Szóval amúgy én totál megértem azokat, akik tényleg gyűlölik az Epicet. Én se vagyok túlzottan odaért, mentek egyet most mentek egyet, mert bármi crash van. Ja. Mint a Blizzardnak ez a bármiféle kontroverszív van, akkor gyorsan jelentsük, hogy ez meg az Overwatch karakter, az meleg. Hoppá. Mert ott azt csinálják mindig. Hát nem tudom, hogy a Red Gem hol lesz. De meg is tudok egy kis jó sumát csinálni. Az, hogy eladjuk a Butterfly lampát. 32 000 ez nagyon jó ár érte. Velvet Blue meg a Spinel az nem kombinálható. Ja, hát gondolom ilyen Infinite Money-uk van körül. Fortnite-nak köszönhetően. Is that all? Thank you. Is that all? Én ezt a Riot Gun szerintem nem fogom lecserélni, mert actually jó. Mint actually tényleg jó. Olé. Oké. Okay. Just in case match. Semmi penalti nincs a sok mentésre a négyben. Kb. Mint ahogy kinek ezért a vasútársaságát, annyi év... ami év annyit veszít, mint Magyarország költségvetésének kétszerese. Shit! Ja, belutottam egy pár játékot én is Epicről, és ennyire használom. Oh, this part. People gonna love this, I think. No, not. Szerintem egyik kedvenc streamem lesz ez. Pontosan, hogy végigjátszás in general. Mert kellett a maglevon a Tibetbe meg... bocs, nem tudom kimondani. Xinjiang-i kell mondani? Az újgor népirató táborokhoz, de senki sem használja. A lakosság 90%-a apartmenten lakik. Xinjiang. Xinjiang, jaj. Ne engedjétek, hogy próbáljak más nyelveket kiejteni properly. Na, úgyis olyan rég volt ellenfél. Except not really. Nincs még egy ilyen játék, ebben ennyire satisfying catchet adni. Lehet van, lehet nem emlékszem rá, nem tudom, de ebben a játékban... very satisfying. Még mindig. Mert itt neked egyszer Commando streamet kéne tolnod, ugye tudod? Mint egy actually tényleg. Román néznem. Lehetne jó kis informatív stream is egyben.
megértem ezt a politikai okot teljesen. Én azért is utálom az Epicet, mert egyszerűen annyira egy lazy competition a Valve-nek. Úgy tényleg így bele akarjuk magat vásárolni a piacba. Tehát amúgy incentív az nincs, hogy te izé Epicre menjen. Azon kívül le van fizetve mindenki. Valószínűleg a Shenmue 3 is csak azért készült el, mert kaptak pénzt az Epictől. Hogyha tényleg egy healthy competition lenne, tényleg lenne incentív az ingyen játékokon kívül. Szerintem sokan máshogy állnának az egészhez. What do I know? I'm just a guy who likes video games. Betesd a kontot, én is csináltam a... Tehát valószínűleg a dumok miatt. Na, akkor csak három. Három kis fadarab volt, amit ki kellett lőni. Mindenki kedvence a Clock Tower. De most, hogyha jól emlékszem, akkor már nincs is Bethesda launcher, ugye most már át is migráltak Steamre teljesen. Teljesen, nice. Ez félre ne értsem, hogy nekem is van bajom a Steammel, tehát ami iszonyatosan milyen instabil tud lenni. Meg annyira bloated az egész már sajnos. De viszont rengeteg hasznos feature van benne. És tényleg maximálisan megértem azokat, akik tényleg oda vannak annyira érte. De az arena maga Daggerfall, ugye? Két Elder Scrolls 2. Hát én szégyen szemre csak a Morrowindet vittem még nagyon régen. Akkor még több türelmem volt ahhoz a játékhoz. Manapság már... Bezzeg az ellenfél TNT-en működik, na. A Red Guard viszont jó. Játszottam egy gyerekén, nem vittem végig, de azt tetszett. Jogi, ez nem az én grátom volt, hanem... Basz meg, ez hihetetlen. Hát én a Bethesdával így, nem tudom, nem vagyok odaértük annyira. Annyi nyugtat, hogy működik a flash gránát. Legalább. Szeretem a Falloutot, bár... Abba is inkább a New Vegas-t, meg az 1-2-t. Ez a 2-t nem vittem végig soha, de a New Vegas-t igen. Fallout 1-et egy időben nagyon sokat játszottam, mindenféle build-del. Oh yeah, for sure. Tehát a GOG-ot én is a Galaxy nélkül használom, egyszerűen annyira... Underwhelming az a GOG Galaxy, Jézusom. Meg lehetne jobb, de nincs meg az az incentív, hogy átváltsak arra. Így örülök, hogy tudom tölteni DRM-mentesen a játékokat. Na, még egy gránát teszt, úgyse fog működni, don't worry. Nem tudom, mit vártam. Shit! Jó, au. Hát Grád az nem ment, de kaptam egy rakétát az arcomba. True, fú, jogos, amit írsz. Hoppá.
Jó sok HP-n maradt, yes. Te nem játszott esetleg a Hunt Down the Freeman-nál? A világ legjobb játékával Steam-on. Uff. A shotgun actually nem rossz. Az belehalt. Én is csak a szűv videót láttam róla, de... Ja, szerintem bőven elég volt belőle. Jaj, fire lövés, fire red nine, ó. You scumbag. Kapsz egy pár lövést még. Ey, do you feel lucky, punk? Well, I don't think so. Ah, ez az a rész. This fucking part, a két Freddy Kruegerrel. Pillanat. Ahogy scrolloztam a játékban, a chat is descrollozódott. Not happy about it. Oh shit, a másik nem halt meg. Tökéletes. Nem baj, használtak a rakétavetőt, de itt mindig szoktam általában, mert yeah, fuck that part. Sőt, hogyha megölöd ezt a kettőt, visszakapod a rakétavető árát. Konkrétan. Hát nem tudom, mennyire játszok cheap módon amúgy, de... próbálok egy kicsit informatív is ennek a játékról. Bizonyos régi trükköket alkalmazva, és esetleg újakat felfedezve mellette. Mert ő fog még rakétavetőt venni. Oh yes! Oh igen! Mindenféleképpen. Én a Half-Life 1-et nagyon szeretem, sőt, ami a kettőt is, wow, meglepő, csak hogy... Valahogy a kettővel nem tudom, nem annyira fáj játszani. Túl hosszú. Can I say it? Ashley. Na, cutscene. Ne állj oda, Leon, nézzék, ott egy gomb is. És egy AirPods sincs a füledben. Underwhelming, wow. Én nem is mondanám underwhelming, csak... van egy olyan... olyan tech demo jellege szerintem a HL2-nek. Now he is mad. Quickly, we shall prepare for the ritual. Teddy van. Jobb nagyobb ötletek a HL2, de így... De no man. Rossznak semmiképp sem mondanám, csak... nem az játék, amit szívesen előveszek újra a végjátásokért. Let's get funky.
Is that all? Thank. Is that all? Thank. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Ezt most megveszem. Shit, várjál. Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Broken butterfly, nem. Már upgrade-elünk felesleges. Tech felesleges. What are you selling? Az olaszron csetet, amikor azért van puzzle apán, mert kell fitat adni, de serves no purpose, hát, ja, tényleg tech demo, ahogy beszéltök is itt. Is that all? Thank you. What are you buying? Szeretem, de hál' egy, ez valahogy így, it's just better, you know? Thank you. Is that all, strange? Thank you. Come back anytime. Jó a player movement benne, jók a fegyverek, jó a setting. Level design se rossz összességében. Na, azt hiszem most jön a... Ja, még egy boss jön, de nem azért vettem a rakétavetőt, trust me. Vagy csinálhatjuk úgy is felőlem, de nem, az úgy nem fun. Amúgy az epizód egyet jobban szerettem, mint a alap HR2-t. To be honest, sokkal jobban. Valahogy így átgondoltabb volt. Számomra emlékezetesebb. És nem volt benne annyi, nem volt benne filler. Illetve yes, az LP2. So good. And actually, tényleg jó. Anyways, spooky part. Jesus Christ, mennyi first aid spray van nálam már. Actually mennyi van nálam. Not that I mind. Bár X cél. Nem olyan kényelmes ez a button setup. Yeah, it was a set piece, and we actually like it. Sokan nem szeretik valamire ez, de... Ez elég intense. Black professional fokozat on Jesus Christ, oh god. Kell lesz nekem. Uh-oh. Please wait approximately 4 minutes for the elevator to arrive. Sup, motherfucker. Életem dodge-o volt francokat, csak pont bemakoltam a button-t.
Oh yeah. Direkt inkább ez a rifle, mert erősebb most, mint a shotgunom. Mondjuk professional fokozaton ez nem egy könnyű rész. This motherfucker hits like a truck actually. Tudod, nem is akarok gránátozni, mert tudom, úgy sem működne. Bro. Erre leszek kíváncsi a remake-ben, hogy fogják megvalósítani. Actually nem kötelező megölni, de... Oh, shit! De jó a reward, hogyha megvan ölve. Puff. Na jó! Hol volt az inputom, könyörgöm? Jó, inkább kántanyozok. Csak azért kezdtem a shotgun lőni, mert akartam egy picikét spórolni, de... Mindegy, rifle-ozzuk majd. Rifle his ass! Na jó, de hát nyomtam az X-ét, hát tényleg nyomtam. Hú. Nem, hogy hiába is akarod lőni, nem tudsz mit csinálni vele. Még nincs megfagyasztva. Na gyere. Lőhetünk a magnummal még. Shit! Jesus. Like this motherfucker is a scary motherfucker. The rifle csak egy nagy baj van, hogy lassan lő. Jesus. You gotta be shitting me, Istenem. Na jó, brű. Cheeky bastard, direkt később jött le. Shit.
Na jó, lehet magnumozni kéne inkább. Actually, hajon is meg. Ups. Egész végig valamit az X címbat a kezem most. De nyomtam, könyörgöm. Na mindegy. Thanks. Na jó, talán most már értem, miért van ennyi izé first aid spray nálam. Oh my fucking god, édes istenem. De ez nem volt most szerencsém, like at all. Jeez, pedig elsőre jól indult, oh my god. De actually, tényleg jól kezdődött. Na. Mi ez a laser bugot? Jaj, be van szorulva, vagy mi az Isten? Jank a PC port? Ó, nem, de hogy miről beszélünk? God fucking damn it. Ilyen se volt soha amúgy. Is this some sick fucking joke? Na jó. Uff, véletlen dodge-ai voltak ezek most. Shit. Come here, you little bastard. Ez nem tudok mit csinálni már. Hát úgy érzem, ez nem lesz megolva ma este. Nem akarom rakétavető megölni, őszintén szóval.
Jesus. Bitch almost got me. Come on, come on. Jókor, köszönöm. Itt akkor nem lesz ebben most treasure. Puff. Úristen, köszönöm. Oh. Úristen, ez borzalmas volt tőlem. I'm so sorry. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. PC port nem Jenk, csak egyedem maga kézzesített. Végül is. Go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. V, mint Pfizer. Ó, oh yes, menjünk még tovább, nem hagyom most abba. Akkor nem is nézzük sokan. I don't mind. Bár meg tudtam volna ölni azt a verdugót, Istenem. Fucked up! It's fucked up! Hogy bénáztam ennyit, Jézus Úristen? Satisfying? Yes. Atom junk a PC port, it's fine. It's fine. Úristen, casual falusiak vannak a pályán, mert ilyen is rég volt. De actually tényleg rég volt már. Nekem ez a Tomb Raider reboot szíriam sose fogott meg. Megvan a második Rise of the Tomb Raider PS4-re így. És az OG Tomb Raider-eket én tökre tisztelem amúgy, de... Yeah. Legondom Atom Junk a PC port. Melkosodott és a feje felrobban, nice. Hanem mert nincs 100 bitünk, hanem jenklődik ki. Oh wow, és ahogy ezt leérted, eltűnt a izé. A substatuszod. Damn. Majd actually tényleg eltűnt. Ha. Huh. Amúgy annyira jank, mint az Angel of Darkness, alapból. Az a definition of jank. Twitch is jank, minden jank. A PC és Resident Evil meg főleg jank.
Csak ez a Last Plagueis hang még mindig megy a háttér. Még mindig. Örű. Várj, nem ez az a rész, ahol izé lesz. Két Elgigante. Yeah, that's gonna be fun, they said. Egyszerre kettő azokból. És a világ legkisebb helyén. Gondold el, hogy területek nem tudsz tovább jutni, ha nem specifikusan vagy öltöz a DLC-rába. Na, visszajött a státuszod. Alright. Now that's better. Na, tudjátok mi volt már régen? Amúgy láncfűrészes ellenfél. Jöhetne egy-kettő. TBH. Hát megvan a reboot, lehet kipróbálom valamikor, de I don't know, man. Amit játszottam Rise of the Tomb Raider-rel, és inkább azt kívántam, hogy bárcsak Uncharted-oznék tovább. Nem robbant az arcomba semmi. Shit, ez... esélyes volt a túlélésre. Lehetne sorolni, hogy elvisz a textúra, kútja nem tölt be, megöltetem ezt az ellenfél, ha a 2 GB-ra kihasználását. What? Jesus! Jesus! Ezen a config Atom Junk, az amúgy jól működő játék. Ha. Huh. Oh! Shit! Szél szólaltam meg. Where the fuck are you? Hol berekted a láncfűrészt? Jesus! Dvarnak valóan jank. Remélem itt van Dark. Az a dosz, izé, Dr. Salvador, minek hívják azt, istenem. Hol vagy, tetyám? Hol beregted a láncfűrészt? Ja, hogy ott? Na jó! Hagyjuk már! Jesus! Magamat sajnálom, hogy ennyi időszert elpocsékoltam rá. Ez is Atom Junk. Hát, hogyha Atom Junk, akkor Dwarf-nak biztos bejön. Wink, wink. Biztos nem erre. Én Tomb Raider-en gondolkodtam, hogy egyszer szeretném a legeslegelsőt végigjátszani live. Actually nagyon szeretem azt a játékot. Akkor a fajta több fél reward hangen módta, csak I'm gonna be real, elég lusta vagyok ilyen téren. Ugye ja, animációkat újra akarom csinálni, emotokat.
A... Ezért nem fogom semmiféleképpen sem. Overlay-t azt hagyom. Jengrát most, jó estét Gusti, hát volt egy párszor. Hány részes ez a brit diplomáciai képviselő ördög négy rángás folyam? De, hogyha berakok Makimát, akkor lesz jobb. Nem mellom, hogy Himenót kell berakni. Pont őt, ja. Hát a izé... Hát csak észrevettétek, hogy a Take a Sip from your beer és ami Makima. Oh yeah, ez az a rész. Nem akartam... rakétát használni, de... Fuck it, kurvára nincs kedvem kettő egyszerre harcolni. Úgyis dőlünk a múlában, nem az túlzás, de... Ja, Istenem, ezt úgy érzem megérdemeltem amúgy. I don't know why, de... Egy olyan érzésem. Nyisd ki jobban a szemedet, cír. Pedig az Makima volt. Az actually Makima. De egy olyan pici fel... Nagyon pici resolution lehet megadni a emotoknak. Meg a rewardoknak is. Na gyere, tetyám. We can do that too. Na jó, nem tudom felvenni a pénzt, hagyjuk már, bro! Mert pont... Oh, Istenem! Fuck that! Ah, mindegy. Pénzem az van, csak... Kinda fucked up there, hogy pont nem vettem fel miatt. Indulapták, igen. Ah, jaja. Milyen MG4-es szint, úristen. Oh, nevermind, úristen, jaj, de jó. Legalább egy rakétavető fele visszajön. Meg... Jahogy, ah. Így most már vágom, melyikre gondolsz. Szégyen szemre MGS, ugye még mindig nem játszottam a mai napig. Igazán megérdemelne egy új portot most már. Ó, hallottad Gusti? Vagy olvastad Gusti? Sick him! Sick him, boy! Basszus, de hadd... Kifoglaltam egy random ellenfél, hagyjuk már! Ó, Risingot azt fogtok talán kapni streamben. Ha már Gusti csinált, meg Dodgers is. Akkor én is fogok. Let's make this a tradition, fam. Ja. Amikor az ember játszik a Metal Gear Rising-a, akkor nő fel igazán. Ez olyan, mint akik elolvassák a Getter robot, azokból igazi férfi lesz. Ugye most így aktívan Resident Evil-ökkel játszok meg. MGS-eket kéne folytatnom. Tavaly elkezdtem egy maratont, lenyomtam négyest alatt lenyomtam az első három játékot, tehát a Metal Gear 1-et, 2-t, maga a Solid 1-et, és azóta én nem folytattam. De illene, hoppá, jaj! Nem. Pont az MGS 2-t hagytam, ami szerintem ilyen
Ultimate race ever. Ja, jövök szívesen Rezi streamre bármikor. Hát... miért ne jönnök? Nem tudom, mit tudnék hozzáadni. Főleg, hogy most végigjátszást csinálok, de nagyon szívesen vagyok. Azért meg ne felejtsd a Sonic CD plusz Mania kollabot. Olyan, olyan modot találtam a Maniához, ezt kéne együtt játszanunk streamen. Úr is nem tudok célozni, bazd. Nem merek szkópolni, mert izé összeomlik a játék ezektől. De az OG PC port meg olyan jank volt, nem tudom mivel kellett szkópolni. Azért nem használtam snipert soha végigjátszások során. Hoppá. Jó, hoppá, ezért valós érve amúgy, tehát... MGS-ek addig vannak PC-n, tehát... like, actually addig vannak. Shit, nice. A gettó lakatos rugás, sose edmény félre. De, na. Ugye most is csak a MGS 1-et tudod megvenni PC-re, meg az 5-öt? És a 2-t leszették tavaly minden digitális storefrontról. Archív felvételek miatt. Azt kéne amúgy, ja, de tényleg azt kéne, hogyha Konami tényleg kicsit redeemelni akarja magát, akkor kezdésnek egész Metal Gear backkatalogot is feldobhatnak PC-re. Minimum PC-re. Megfogjuk a lehetetlent egy pillanat, úgyse fog működni, de... én nem is tudom, mit vártam amit, tehát hogy... nem működik a gránát? De... Istenem, na! Ez a fránya a dinamikus difficulty, komolyan. Úristen, amúgy egyszer tízelték a Rising 2-t. Nagyon-nagyon csúnya vicc volt azt tőlük, úristen. A Konami nem annyira... jó, trashnek trash, de hogy például... vették a fáradtságot, és amikor a Zone of the Enders 2-t kiadták PC-re, meg PS4-re. Az is valami volt, megadtak bele VR módot. Bazzad ereszketek amúgy. Na, te tyám, jól vagy? Ó, bugbot broke. Hát jó. I see. Amúgy egy Jetstream szemben olyan játszani a Rising, mondta jó isten. Valami olyan szinten reszketek, bazd meg most. Jutalmaz ilyen crusher-ös dolgokat. Menj! Basz meg, Jézusom. Ja, a Rising Bot... esküszöm, tehát tényleg ígérem, hogy tudok streamet.
Én magam is olyan rég játszottam bele, hogy ráférne. Hú, te úristen. Hú, de rossz volt a accuracy, mi Jézusom. A full kasti a szegmás, és megcsinálom ma este. Kurva hosszú ez a játék, te úristen, bazd meg, tehát egy... Jeez! De nagyon szeretem, de Jesus, milyen hosszú ez a játék! God damn it, Resident Evil 4! Nice. Welcome. Got some rare. What are you selling? Amúgy esküszöm, mai napig annyira bolzi, amilyen marketinget nyomtak a Metal Gear Solid 2-nek. Így itt titkolták, hogy benne a Raiden. Hogy Raiden lesz a főszereplő, és így... Kijött a játék, és így... Aha. What is this game? Ki az a Raiden? Miért kell vele játszani egész végig? Majdnem egész végig. Azt szerintem tényleg ilyen 9000 IQ-s marketing. Na. Thank you. What are you buying? Nem menne rossz, hogy kimaxolni ezt a firepower-t. Érted, Powered? He? Is that all? Thank you. What are you selling? Oh, amikor szétadtam volna. Is that all? Is that... Is that all? Thank you. What are you buying? Striker az a shotgun. Yes. Is that all? Arra még emlékszem én is. Come back anytime. Isten, annyira jó az a játék, annyira jó az a Rising. És mi tökre örülök ennek a mostani meme áradatnak, ami jött a Risingból. Főleg, hogy actually high effort mémek, és nem izé gigi-gagyi próbálkozások. Ó, szap. Fáj. Ez még jobban fog, tessék. Az a timing. Fáj. Csak second degree burn. Ez miatt, hogy Raiden-t kellett volna megölteni, egy Jet 3-szemes hentai fake-ant, mert zseniális. Yes, oh god, it's so good. Ez legalább működik. A tüzes gránát. Shit. Hoppá. Damn! God Gamer, ahogy mondani szoktad, Benyú. Wow. That's fucking amazing, dude. És az original Risingot is annyira megnéztem volna, ami sokkal másabb lett volna. Nagyobb fókusz lett volna a lopakodáson. Még nagyobb fókusz az Andatsun, ahogy felvágsz mindent. Jaj, úristen, ez annyira satisfying, tehát, hogy nincs még egy olyan mechanika hack and slash-ekben, mint az, ami ennyire satisfying lenne. De ugye Ritz-e? Megvan a Rising már? Mert akkor, ha nincs, akkor... Ihi! You are in the worst hands, pal. Bármint legjobb kezekbe, de jó.
Risingot, és annak idén annyi barátomnak elgifteltem Steamen, amikor akciós volt. Ez sokszor ilyen 3-4 euró volt egy időben. Akkor jó, jó, zsír. Szkúzi csak. Nem figyelek 100%-osan a chatről. Pedig kéne. Picsába. Kifogott rajtam a srác. Hogy örülnek, hogy nem tudod neki Bad 2-t venni. Hát figyelj, Gusti, én 11-nél tartok, szóval... Oh, fuck this part. Jó, oh, Istenem. Mindenre ezt mondom amúgy, de még így is sokkal izgalmasabb, mint a Rise of the Triadben bármi. De így bármi, bazd meg. Miért ilyen satisfying ebbe hatchetot adni, te úristen? Hoppá. Nem jó, hogy holnap is dolgozok amúgy. So happy. De legalább dupla pénz. Ami azt jelenti, hogy több Blood 2. Nem, de hogy úristen. Én leálltam most már a Blood 2 giftelésre, mert így actually tényleg. Inkább Resin így giftelés lesz mostantól. Ó, ne! Egy játék, ami jó. Ha lenne bőven amúgy. Hát én downright illagának nem mondanám amúgy, de nem, ez nem nagy követséges meló. Szoktam járni a budakeszi vadasparkba, most már is mondom, így hétvégente melózni. Kint a szabadban állatok között. Emberformájú és állatformájú állatok között is. Ugye ott, én ott dolgoztam régen 4 évet. Ó, bazd meg, de megijedtem a kurva életbe. Bocsánat. Nem meg dolgozni pürköskor, ne ölj meg. Erben, de neked van Steamed amúgy? Wink, wink. Ott vagy fent, jó. Oké. Okay. Esélye nem volt. Most ez majdnem kopony alakul lehetne, de csak majdnem. Szóval, ja, szoktam hétvégén melózni. Ugye ott dolgoztam 4 évet, aztán 18-ba került át a dél-afrikai nagyköltségre. És ugye hamarosan fogok váltani. 2-3 hét is váltok. Addig várom már, bros. Ugye most szerdán találkoztam a szlovénokkal is. Ugye a szlovénok költségen fog dolgozni mostantól majd. Szul. Annyira örülnék, hogyha minden Atom Jank ez a PC port nekem most. Mert például utálom, hogy beakadnak a hangok, mert így actually tényleg rohadtul utálom. Tudom, hogy viccesebb így meg minden, de... Oh shit. Key to the mine. Valamikor a Rezi 5-öt akarjuk folytatni, majd folytatni, pontosan újrakezdeni korpiattal. Mert azt akarja mindenki tőlem amúgy. Baszd, de megijedtem, te úristen. Csű. Mögötted vagyok, imbecil, azaz. Ups.
De... Honnan a minkből másztok el? Jó, oké, felmásztok a létrán. Oké, elfogadom. Hát ott, de éreztem. Igyet van ötösöm adottam. Szép dobás volt, öreg. Szóval, ja, nagyon jó megérzés van az új munkahelyemmel kapcsolatban, mert egy actually kurva jó lesz emberek, annyira várom, mert pörgősebb lesz, elég változatos lesz. Esélyesen, hogy hétvégén lesznek eventek, amiket meg kell szervezni, amire el kell menni. De jó lesz. Lehet kéne hidelni, azon gondolkodok most. Amikor rájött Gust, hogy a Rainbow Six Siege bizony egy Ubisoft játék, szóval kevésbé működik, mint a kibaszott Mortir. A Siege az, ami olyasmi, mint a Counter-Strike, nem? Ha jól tudom. Hoppá. Nem játszok Ubisoft játékokkal, vannak standard game, tehát... Van, de bugos, mint a kurva élet. Nice. Key to the mine. Ezt azt hiszem, egy Indiana Jones rész mindjárt. Tehát ez a játék minden amúgy, tehát... Potenciális elindul horrorként, aztán átmegy Castlevania-ba. Aztán átmegy Indiana Jones-ba. Így, fam, okay. I'm fine with this. És ami nem kéne működnie, de bazd meg működik, tehát így actually annyira entertaining még így is. Hallod? Ha itt meghalok, én besírok szerintem. Aha, but not tonight. Isten, mennyi pénz. Nem, mert itt agysejt is kell, és az én nem fedezem vissza helyek. Ó. Oh. Nem, hogy rohadtul gyűlöm a Counter-Strike-ot, de... barátokkal jó. Úristen, mindig az az esti jót eszem meg, hogy megszületett az OV Zolaimim. Úristen. Fucked up, majdnem két éve már amúgy. Milyen durva film grain effect van a játékon amúgy, úristen. What did I mind? Na úgy talán be kéne tárazni ezt a revolvert. Egyfajta last resortként, azt hiszem megint ez egy pár láncfűrészes. Halleluja. Said no one ever. Ezt kivételesen így. Fun. Muszáj, last plug az most. Valóda ezt láncfűrészesen nem feled, de már most félek kapom.
Akkor van ez a játék, hogy minden, tehát 5 játék egyszerre. Hihetetlen. És az a hihetetlen, hogy működik. It's actually goddamn fun. Az már az ő volt ott, láncfűrészes néni? Aha, I think. A fene tudja. A láncfűrészes néni. Most jön talán? Azt le fogom magnumozni. Ilyen kis szűkös helyen egy olyan harcolni. Fuck that! Fuck that! Nem is néni, nem bácsi. Akkor ez így működik, ki lehet csízelni. Jaj, de jó. Ember ott célozni, te úristen. Akkor jó, megúsztam a láncfűrészest, úgyhogy lelőttem hamar. Oké, okay. Nice! Actually fun segment volt. De vicces, hogy minden azt mondom, hogy áh, ez a rész, ez annyira rossz, ez teli van hülyeség, és így actually nem, amúgy actually tök jó. Hogy hozta össze a Capcom olyan, amúgy... Ahhoz képest, hogy mennyivel másabb lett volna ez a játék is, mint a Rising. Jesus! És most, hogyha majd kijön a remake jövő márciusban, natívan lehet egy konzolon játszani az OG Resin 1-en és a remake-kel is. How cool is that? De actually... egy dolog. Egy dolgot sem, hogy tovább megyünk. Mentünk egyet. Just to be sure, you know. Akkor adogatunk el, amit tudunk. Got some rare things on sale, Spring. What are you buying? What are you selling?
Rátszülnek már nem Roger Craig Smith adja a hangját. I guess? Megmondom őszintén, annyira nem vagyok tisztában a voice actorokkal Resident Evil terén. Thank you. Is that all? Thank you. What are like you at buying? All. Mondjuk... Nem tudom, hogy upgrade-eljem amúgy a Broken Butterfly-t. Szerintem téged, igen. Thank you. Oh, hell yeah. Is that all? Come back anytime. Az érdemes ezeket a capacity upgrade-eket meghagyni, mert ugye akkor tárat is tölt. Viszont az egy nice statue, valamelyik boss konkrétan dead boulder punching asshole-ként referál rá a village-be. Oh, shit, nice. Kíváncsi vagyok arra a játék, hogyha most már megvettem egy tetves év után. De nagyon megosztja a népet. Van, aki szerint zseniális, van, aki szerint egy rakás szar. Nekem a 7 bejött. Az original Resident Evil utána a 7 a második kedvencem, no joke. Így bizakodok. Bizakodó vagyok benne, hogy jó lesz a 8 is. Ha már fel annyira jobb, mint a 7, akkor I'm happy. Pedig a 7-nek is volt egy te... Ó! Oh, ráértem volna most menteni. Na mindegy, haladjunk. We're gonna do this, bros. Ezt a kastély szegmens befejezem ma este, most már nem örülök a... Igen, a játék, ahol Románia létezik. Oh shit! Csak meg ne hallják az emberek. Oh yeah, this fucking part as well. Tudom, ezt mondom, de hogy aztán annyira amazing set piece vár a végén. Ezután már közel vagyunk a végéhez itt. Hogy tényleg ez a durva, hogy nem kéne ennek a játéknak így működnie, és mégis így. Like, shit, it's so goddamn fun. Ez számít amúgy. És biztos nem lesz a remake ilyen corny, mint ez. No fucking way. Hogy meglépjük. Ahogy csodálkozni, a kódvarát nem vették elő egy remake-re, pedig arra jobban ráférni, de ezt már mindenki mondta. Rengeteg ember, összes rajongókövön. Na most idén végigjátszottam a kódvarát 360-on, és így... It's good! Like, it's actually good! De nem hiszem, hogy nagy kedvencemé fog válni. Ha nem is a kettőt nézzük, de a kódvarát öntőbe tényleg ez az action vonal nagyon-nagyon durván. Csak a kódvarával nem játszottak olyan nagyon sokan. Ugye Dreamcast exkluzív volt, kijött PS2, GameCube-ra, majd 360 PS3-ra, és végül PS4-re feladták a PS2 verziót for some fucking reason. De PC-re nincs a remaster, se Wii-re vagy Wii-ra nem volt. De most tudsz vele játszani PS4, meg PS5, meg Xbox One-on, meg Series X-en, de ja. Nem egy rossz remaster, csak opa. Így. Csak az a tipikus remaster, hogy fel van skálázva a játék, textúra meg ilyen... hogy is mondjam. Ilyen nagyon-nagyon filteres. Mint hogyha végignyomtak mondani rajta egy bödöny. Piaszt. Mm,
Szerintem nem fogják azt remake-olni. Szerintem annyira a Capcom sem meri felvállalni ezt a játékot már. Shit. 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 Hát bazd meg, halad ilyen nincs. Oh, you son of a bitch! Anya. Egyszer annyira korni az a kódvera, hogy ez kapna remake-ed, elveszne a bája annak a játéknak. Tehát így, a voice acting milyen rossz benne, te úristen. Esküszöm, néha rosszabb, mint az OG Rezi 1-ben. Ami quite the achievement, tehát tudjuk milyen rossz szinkronja van az egynek. Vagy nem... rossz voice directionja van, azért olyan gagy az a szinkron. Lehetett volna sokkal jobb is, de nem érdekelt őket. Megfogtak pár turistát, vagy nem is tudom, mint néhány nem japán embert, aki Japánban jött akkoriban, azt felvetett. Felvetettek velük ilyen nagyon gagyi videókat. Jesus. And it's my favorite fucking game ever. Really makes you think. Négy. Mikor robban fel a fejed? Hát, na jó, úristen. That's a fucking joke. Jesus Christ. Let's go. Úgyhogy érdekes módon a kódverában a kés az olyan overpowered, hogy olyan többet használtam időben a kés, mint a pisztolyt. Oh shit. Most eldob nekinek gránátot, de úgy sincs semmi értelme, tudjuk. Azért dobjuk le. This meme never dies. I swear, ez a meme soha nem hal meg. Mondhatjuk azt is, hogy Claire sokkal jobb saját játékot érdemelt amúgy, mint a kódvara. De szeretem. Igazából esküszöm jobb, mint amire emlékeztem előtte. Most így végvittem, hogy I actually love it. Még mindig a Zero tartom a legrosszabb főszériásnak. Az biztos, hogy Rezi 6 fölé helyezném. Talán még az 5... 5 az nekem olyan guilty pleasure. De annyira zseniális ez a játék kooperatívban. Jesus Christ. How can you not love that? Hallod? Pozd meg!
Istenet, értem. Póz jó volt. Általában jó, a legtöbb. Battletoads, az már nem. Most ez a kéz egyáltalán nem akar mozogni, vagy mi? Jó, már nem így. Fiú, következő házból nézhetünk hentájt. Mármint micsoda? És baszki, nincs healing item-em. Mi a fene? Az 5 még tök kompetens, a 6 az már annyira egy clusterfuck, és amúgy gyűlöm, hogy az emberek elkezdték úgy eladni, mintha egy ilyen meg nem értett klasszikus lenne a Resident Evil 6. Bro, please! Hulladék! Jó a gameplay. A Mercenaries nagyon fun a 6-ban, de amúgy, why would you wanna play it? Egyszerűen a general gameplay mechanika nem olyan jó, hogy egy olyan szar kampánya működjön. Hát azt el is hiszem. Isten, van healing item, el is hiszem. A film az mindenhogy szörnyű. Vici, nem most, most pont magyarázok nyugodóra. Na, let's fucking go, bros! Video games fucking peaked here, buzz, meg úristen. Na. Okay. Toljuk most már végig. Mi? De nyomtam az X-et! De mi? Nyomtam az X-et! Hagyjuk már! Super Robot Wars-ba. Ha ne csonkítsuk meg azt a szériát, amikben... Mert megcsonkította magát eléggé szerintem. Annyira overbloated benne az egész széria. Szeretem, nem az, csak... I'm being real. Airbender. It's called Resident Evil 4. Majdnem benyeltem, majdnem! De nyomtam azt a hülye X-et, hát mi? De előbb hogy estem? De mi? De nyomom az X-et, bro! De hova meseljem jobban? Are you fucking... Remélem nem bugoldva a játék. Nagyon remélem. De... It's a nonsense. Hát nyomom, tényleg. Na jó, most végig van meseltem, most már jó volt. Hát oké, okay. Eddig ugyanilyen tempóban meseltem, mint az összes QTN is működött. Most nem, na. Sorry for the fuck up, bros. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl. Airbender, megsugom. Ez sose volt zombis játék. Ebben a játékban a zombik száma egyed a nullával. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Badass. Majdnem nyomtam meg a kultját, amúgy, hogy annyira elazultam. Shit. Keep
Baszott, hogy imádod ezt a játékot. Édes Istenem, könyörgöm, pótoljátok, bármilyen módon lehet. Nem fogjátok megbánni, nyomjátok easy-n, ha kell, nincs semmi ciki abban. But ez tényleg egy olyan játék, hogy mindenkinek meg kell tapasztalnia. The most video game ever. És perpent a Dodgers nincs itt, hogy approvolja a kommentet. Jó, de filmek meg szarok, nem csak zombisok, hanem szarok. Mert oh god, actually borzalmas filmek azok. Nem brocélozni hallod. Jó az, easy-n, levág egy pár szegmest a játékból. Alapos shotgun-t ad. Stuff like that. Igen, a Resi filmek mellett az Uwebo filmek amúgy actually kompetensek. Paul V.S. Anderson-nek kb. Ilyen pénzmosásra használják azokat a filmeket. Nem tudok mást elképzelni, tehát ki az Isten szereti azokat? Az első még azt mondom, oké, az meg így... Magam olyan kompetens volt, de... Jeez. Does it really make you wanna play Resident Evil? No, of course not. Még a kettő sem volt rossz igazából. Gonna be real. De utána bazd meg, úristen. Ahogy elkezdték a fan favorite karaktereket behozni meg ilyenek. Jó istenem. Vaj, nagyon jobban fáj mint Trianon. I'm gonna say it out loud. Tudom, hogy utáljátok ezt a mémet most már, vagy már kinda én is. Imádni fogod ezt Benfect Win, hidd el nekem. The motion control ez a játék az zseniális. Jaj, amikor build a box-ol. Megsugom srácok, van Xbox-al is a játék, wink-wink. Nem jelentett volna. Most nem mondtam semmi rosszat, mert ezt így... I say it out loud. X-Max! Ja, nem. Trianon pizzát enni, tudod mit? Sure. Van valami csípős pizzájuk, let's fucking go, de csak akkor. It's a lift. No shit, Sherlock. Oh shit. Az is lesz, meg kétszerre fog fájni. Most annyira nem glitch-el a játék, mint múltkor. Ajjajjaj, shit. Just like that.
Én tudom, meg ezt a Nuremét is Pest megyét. Na jó, na jó. Az hogy nem ment? Az... Brü? Ja nem, csak bugol a játék, oké. Már megint. Edebb kijön a Last Plagas, mint kéne. Hiába lövöd, mint hogyha nem menne még ott. Just amazing. Na, miért tudok átugrani, bro? Miért nincs input, hogy átugorja? Na mindegy. Bocsit, atyám, megennéd még azt a szalonokat? Annyira nem akarok tározni, mert lehet izé capacity upgrade-eket fogok mindjárt menni. Jaj. Nem, veszük bele azt. Miskolcodják a hígfosás. Csak szólok. Basszus, hogy sose voltam Miskolcon. Még szolnokon sem szerintem, basszus. De nagy kanizsán voltam, és onnan van Ace Combat 5-öm. Na. Fog? Ó, milyen ki, milyen kedves a játék. 50 centem. Jó, mi mindig nem írtam meg a cikket arról a napról, hogy Jesus Christ. Nagyon kincsem, nincs szóval. Ezt mindenféleképpen. A múltkor egy cikkírás egy kicsit kifáraszott, amit írtam. What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all strength? Thank you. Is that nice, nice. The red nine is egyre jobb. Shit. Na, ja, amint most fogok csinálni a boss ellen. Régen ezen az egy részen a játék, a gépem, az akkori gépem annyira nem bírta a boss fightot. Ugye majdnem single-digit frame-re ment a framerate. Ezért barlangfürdőbe se voltam meg amúgy, not gonna lie. Turizmus vendégálltó végzettséggel nem voltam barlangfürdőben. Szóval annyira droppolt a frame annak idén ezen a boss fighton, hogy inkább cheese-eltem a rakétát, aztán rájöttem, hogy igazából egyszerűbb így, mert nem az, hogy komplex boss fight, csak hosszú. Mit? Kíváncsi vagyok, hogy Chapel is így néz ki, vagy? Like for real? Mert a Ramontán egy magas korpiattal. Na jó, abba hagyom. Amúgy abban most szereztem még egy Resident Evil, csak most Switch-re, szóval. Revelations Collection. Oké, csak az egy van a kazettán, de 4000 forint volt. I'm fine with that. 3DS-re szerettem volna az egyet, de hát olyan ritka már. Meg ha van, akkor 10000 forinttal megy. Fú, de rústján dög vagy. Holy shit. You look ugly. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Ooh, action on the on. Is
Ez muszáj, kinyílik a kukun. Hogyha ezt elbasszom, akkor sírok egyet. Wow! I'm a pro gamer! Szörnyű. De tényleg gyerekkori emlékek miatt játszom ezt a boss-t mindig így. Na, kaptam egy achievementet is. Ugye milyen nehéz volt emberek? De amúgy jól meg van csinálva a játék, hogyha boss-t akarsz könnyen ölni, megvan a lehetőség rá, csak it's gonna cost you. $50,000 pénzt dob, szóval még hogyha rakétavetőt veszel is visszajön az ára. Őven. Ja, Steam-en, PC, mi az PC? PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360. Switch-en is vannak benne achievementek. De nagyon kevés igazából. Akkor végülszed a játékot és majdnem megvan minden. Zeebo, tényleg Zeebo? Hát a kedvencem. Vagy hát a Zibai. Na hát, én felkészültem a következő videóra, mert yeah, we're gonna need a lot of this shit. Ha nem vagyok túl béna, akkor szerintem simán le tudom a következő videóban a játékot. Mert for real. És akkor négy parter lesz, mert Resident Evil 4. Ha. Shit. Ezt jó, megérdemeltem a kígyót. Oké, elfogadom. Actually kipróbálnám Zeebo-nom, hogy játékot, no joke. Illetve ezután, amit actually tényleg szeretnék visszamenni a Resident Evil-hoz, mi meglepődött volna. Killer 7-ben be akarom fejezni, mert Benyó is már nagyon akarja. Pedig actually azon gondolkodtam, hogy az egészet újra akarom menni. Nem tudok armort venni, ugye? Még nem. Is that old? Thank you. Meg vagyok én armor nélkül meg. What are you selling? Is that... Need a ride, handsome? Okay. Dialogus of the Year. Na, oké. Befejeztük a full chapter 4-et. Ami azt jelenti, hogy a chapter 5, semmi az utolsó chapter a játékban. Viszont ezt mindenféleképpen már next time-ra hagyom. Mert amúgy szeretnék pihenni én is. Így, köszönöm szépen mindenkinek, aki jelen volt, köszönöm a Szabad Dennek, köszönöm szépen a támogatást, nézést, you guys are the best. Ha tegyük fel, nem streamel holnap senki, mert a Benyónak most ugye nem jó a internet, akkor lehet, hogy befogom azt, és befejezem holnap, like for real. Jó lenne, mert amúgy actually tökre élvezem ezt a projektet, amint te is ebben a streamet töltöm fel a videót. Csinálom meg hozzá a bannert, aztán ma este fent lesz YouTube-on. Esetleg streamele valaki, vagy kitrédeimbe srácok, ahogy szokásom szokott lenni. Vagy mondhatok valami randomot, és ezt berédelem. Nagyon szívesen. Csak írjátok le a chatbe.
Fish feeds, oké. Okay. Akkor beírom fish feeds-et, berédeljük. És akkor köszönöm szépen mindenkinek, lehetek jók, további szép estét, és majd Tali potenciálisan next time, ami holnap lesz. Lehetek jók, sziasztok!